Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanada 2000 Kft. Közös rendezvényén. Bartatusek János vagyok, PPH igazgató. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, Bartatusek Nívója vagyok, PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt, nálunk mindenki tegezi egymást. Már én jövök? Ja, ezt vártuk meg? Jó. Igen. A PPH előtti foglalkozásom, hát volt egy csomó minden, eredendően Vasester Gályos voltam. Szedlacsik Miklós is ugye mindig elmondja, hogy ő autószerelő volt, én Vasester Gályos. Csak még annyi időt sem vasesztergáltam, mint amennyit ő autószerelt. Körülbelül fél évet, és aztán kipróbáltam egy csomó mindent. És úgy 33 éves koromra értünk el oda, hogy elmentünk egy agykontroll tanfolyamra, és onnantól nem volt megállás. Belekóstoltunk mindenbe, ami Magyarországon volt. Én nem voltam rá, személyesen elmentem mindenhova, ahol spirituális dolgok voltak, és beszélgettem a tanítókkal és a vezetőkkel személyesen. Kíváncsi voltam mindenkire. És amikor már a könyökömön jött ki az egész, mondtam Ibolyának, hogy nem megyünk sehova, mert elég volt, akkor jött a Szedlacsik Miklós. Beregisztráltam a PPH-s weboldalra, és hát mondom, jó lesz ez, majd beszélünk velük, és akkor elkezdjük a képzést. És elkezdjük a képzést. Azt sem tudtam, hogy mi lesz ez, meg hogy lesz. És nem gondoltam arra sem, hogy egy egész más világ felfogással, világ nézettel is lehet azt tanítani, amit mások úgy tanítanak, hogy nem értettem meg. Vagy úgy használtam, hogy összeborult körülöttünk minden. Mert hogy mióta Szedlacsik Miklóssal vagyunk, 7 éve, azóta minden egyre nagyobb rendben van. És ami nincs rendben, az meg rendeződni tud a tanácsai és a tanításai által. És így kell figyelni ezeket az előadásokat, mert olvasni kell a sorok között is, vagy hallani a sorok közt, mert annak is van értelme. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én kereskedelmit végeztem, ruházati eladóként, élelmiszer eladóként dolgoztam, ma már csak a PPH a foglalkozásunk. Gyulán élek, párommal is van egy 14 éves kislányunk. Párom már nagyjából elmondta, igazából én is azért kezdtem el a Nyílt Akadémia tanulást, mert alulban nagyon sok fele voltunk, képeztük magunkat, és mi azért szerettük volna képezni magunkat, hogy valóban egy olyan életet éljek, amiben jól érzem magam. Nálunk először a párom kezdte el a képzést. Nekem ezáltal volt lehetőségem belehallgatni, nem csak az első részben, hanem a második részben is. És nekem igazából elsőként a mester Szedlacsik Miklós fogott meg, mert nekem nagyon nagy bizonyíték volt az, hogy neki, tehát ő amit tanít, ő úgy él. Nekem ez nagyon hiteles volt. A másik pedig az, hogy ő neki valóban az életében, tehát nem találunk semmi olyat, amiben a romokba heverne, és ez nekem ez nagyon hiteles volt. És ahogy valóban itt tanultunk, teltek az évek, és olyan tanítást, olyan módszereket kapunk, amiben tudtunk építeni az életünkbe. És szerintem ennél fontosabb dolog nincsen, hogy ha már tanul az ember, akkor olyat tanuljon, hogy azt használni is tudja. És ez az a hely. És én nekem azért is tetszett meg. És kezdtük el. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mint már ahogy az előbb is elmondtam, előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, amik egyedülállóvá teszik a bolygónkon, és ezt mi meg is tapasztaltuk már nem egyszer, hogy ez így van. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen élt el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A tudásával, emberek fejlesztésével, tapasztalataival, előadásaival, továbbá egyéb munkáival segíti az embereket, hogy sikeres és boldog személyekké váljanak, akik megtanulnak szeretetben élni és használni mindazt, ami bennük rejlik, ugye? Mert aki ide jön, az még nem tudja, hogy mire képes. Itt tud rájönni erre. Szedlacsik Miklós sikereinek titka nem a szerencse, hanem a hit és a meggyőződés. És szerintem még azt is tegyük hozzá itt, hogy az, hogy belőlem
jobbat akar kihozni, mint magából. Ezt én nem hallottam sehol máshol. Na, ez nem mindegy. De jössz. Budapesten élt családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiú gyermeket neveltek. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Az ember és az élet működésével kapcsolatban hall vagy olvas valamit, ahhoz hozzákap részletes információt és tudást a Teremtőjétől, Jóistenétől. Képes az emberről és az életről szóló olyan információkat lefordítani a köznyelv számára, amelyeket mások tanítottak, de azok legtöbb emberek számára értetlenek. Nekem volt ilyen is tapasztalatom, tehát tényleg elmentem, és nem mindig jól értettem meg azt, amit át szeretett volna adni. Neki van a legrészletesebb információja bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szerdacsik Miklós mesterkóst, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést nekünk. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy ismét együtt vagyunk. Ugye ezt rendszeresen csináljuk, hetente kétszer. Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Képzéseink vannak az emberekért. Nekem az a küldetésem, én azért vagyok ezen a bolygón, hogy minél több tudást juttassak el az emberek számára, olyan tudást, amit az életükben tudnak hasznosítani. És ezáltal elinduljanak egy szellemi, illetve egy lelki fejlődés útján, és olyan emberekké váljanak, akik képesek szeretetben, békében és boldogságban együttműködni egymással. És ezeket a képzéseket rendszerbe szedtem, és ugye az se véletlen, hogy milyen sorrendben vannak ezek a képzések. Van 25 nagy témánk, van olyan téma, ami éppen a múlt hónapban fejeződött be, ami 8 hónapon keresztül folyt. Egy havi képzésünk az olyan 30 óra körülbelül, az általában 8 vagy 10 alkalom, attól függ, hogy 4 hetes vagy 5 hetes az az adott hónap, tehát évente 12 olyan hónapunk van, amit valamilyen szinten az egyik vasárnap minden egyes hónapban zárunk, akkor van egy olyan rendezvényünk, ahol még külföldről is jönnek tanulóink. És ez egy elég nagy rendezvényünk. De hát ugye akkor is a többség az interneten nézi az előadásokat, mert lehet interneten élőben és felvételről is nézni az előadásokat. Sőt, lehet hallgatni még rádión is, ha valaki mondjuk éppen menet közben szeretné az élőadást vagy akár a felvételt hallgatni. Szóval eléggé rugalmassá lettek téve a képzések, és az árak is úgy vannak képezve, hogy gyakorlatilag bárki számára elérhető ár legyen. Azért, hogy minél több ember tudjon tanulni, fejlődni. Mert nem egy olyan világban élünk, ahol ez a cél. Ha megnézitek, inkább az elbútítás folyik, mint az, hogy tényleg olyan dolgokat tanítsanak az embereknek, ami a mindennapokban tudnak hasznosítani. Pedig hát azért vagyunk itt,
nem azért vagyunk itt, mint a legtöbb ember gondolja, hanem azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk. És ahhoz, hogy elhiggyük azt, hogy fejlődjünk, hogy ezért vagyunk itt a bolygón, hát egy kicsit távolabb kell látni az embernek a magát, az életét, és nem csak a testben kell gondolkodni, mert ha csak a testben gondolkodik egy ember, akkor oda jut, hogy megszületett, és majd valamikor meghal, és utána nincs tovább. Tehát hogyha egy ember csak megszületik, és majd valamikor meghal, akkor és nincs tovább, akkor igazából minek fejlődni? Tehát akik úgy gondolkodnak, hogy csak egy életem van, egy halálom van, azok nem is akarnak fejlődni. Csak ez egyetlen egy gond van, hogy aki nem fejlődik, az benne van egy mókuskerékbe. És ez a mókuskerék nem csak erre az életre vonatkozik, hanem az eddig és ezután megélt életekre egyaránt. És akkor ha valaki azt gondolja, hogy neki egy élete van, egy halála, hiszen megszületett és meghal, akkor ugye ez a fajta gondolkodás az lehet, hogy távol áll tőle. Pedig van bennünk egy olyan szuperintelligens lény, energiából van ez a lény, energialény, amit úgy hívnak, hogy lélek, és ezen a bolygón az élő világ közül csak nekünk van ilyen. Az élő világ többi részének nincs ilyenjük. Nekik van egy testük, és van egy elméjük a fejlettebbeknek. A kevésbé fejletteknek még nagyon elméjük sincs. Hogy értem, hogy fejlettebb? Az állatokról beszélek. És lényeg az, hogy ez az elme, ez csak azt hozza létre, hogy ebben az életben ösztönösen tudjanak működni azok az élőlények, amelyek csak elmével rendelkeznek. Persze ilyen elméje az embernek is van, ha jobban megnézzük, hiszen az ember ösztönösen elég jól el tud működgetni. Azt nem mondom, hogy boldogulni tud, de valahogy működgetni el tud. Na most itt vagyunk mi emberek, és mi rendelkezünk egy különleges dologgal, amit úgy hívnak, hogy lélek, és ha nem lenne lelked, akkor tisztán ösztönlény lennél te is, és nem tudnál gondolkodni. A gondolkodás az a gondoldás kifejezésből lehet megalkotva, mint szó, ami azt jelenti, hogy mondja is ezt a szót, a lényeget, hogy képes egy ember a gondot megoldani. Tehát ha jön egy probléma, jön egy gond, akkor képes gondolkodni és megoldani. Erre semmilyen más élőlény itt az élővilágból nem képes, csak az ember. Na most nekem semmi gondom nincs azzal, ha valaki azt gondolja, hogy egy élete van, egy halála. Nem nekem van ezzel gondom, hanem neki. Azért, mert az az ember, aki azt gondolja, hogy csak egy élete van, egy halála van,
akkor az gyakorlatilag úgy működik, hogy mintha besorolta volna magát az állatvilágba. Szó szerint. Mert az állatoknak tényleg egy életük és egy haláluk van. Mert bennük nincs egy értelmes energialény. Ami annyit jelent, hogy aki azt gondolja magáról, hogy neki egy élete és egy halála van, az besorolta magát szó szerint az állatvilágba. És hát most gondoljuk csak végig, hogy ugye az imént említettem, hogy van bennünk egy szuperintelligens lény, egy energialény, amit ugye nem tanítottak az iskolában, hogy ez így van, vagy így lenne. Hát most gondold végig, te mint ember, aki azt gondolod magadról, hogy egy életed van és egy halálod, és értelmesnek gondolod magadat, melyik lenne számodra jobb? Hogyha be vagy sorolva az állatvilágban, mert az állatoknak van egy életük, egy haláluk, vagy te az állatnál egy sokkal intelligensebb lény vagy. Na most ahhoz, hogy intelligens tudjál lenni, ahhoz kellett beléd tenni, beléd kerülni, kellett, hogy beléd kerüljön egy szuperintelligens energialény, amit úgy hívnak, hogy lélek. És ha bárki azt gondolná, hogy ez a szuperintelligens lélekes csak az emberben van, akkor nagyot téved, mert minden értelmes lényben a világegyetemben van egy szuperintelligens, tehát egy olyan lényről van szó, amelyik hát három dimenzióban lehet érzékelni. Jó? Tehát amit te tudnál érzékelni, azokban mind van egy szuperintelligens lény, amit úgy hívnak, hogy lélek. De mindenki eldöntheti magáról, hogy az állatvilágba sorolja magát, vagy pedig ahhoz a felsőbbrendű lények közé, amelyikben van egy szuperintelligens lény, amit úgy hívnak, hogy lélek. És akkor ugye kérdezhetnéd magadtól, és akkor hol mutatkozik ennek a szuperintelligens lénynek a hatása? Hát ugye ehhez tudnod kellene azt, hogy mielőtt leszületett ez a testbe bejött, bekerült a te lelked, előtte törölték a tudást. És gyakorlatilag nulla tudással jött le. És az intelligenciája attól függ, hogy ebben az életben ez a lélek mennyit tanult. Ettől függ. A te lelked az mennyit tanult. Minél többet tanult és használja a tanultakat természetesen, annál intelligensebb. Minél kevesebbet tanul és nem használja a tudást, annál kevésbé intelligens. Tehát az ember intelligenciája az minden szempontból a tanultak plusz használtak. Na most, de külön kellene választani a tanultakat és a használtakat, mert nagyon sok olyan embert ismerni, aki intelligens, mert sokat tanult, és magas az IQ-ja, de az életben nehezen boldogul. És vannak olyan emberek, akik sokat tanultak, és használják a tudásukat, az életükben használják, ezt úgy hívják, hogy EQ, érzelmi intelligencia, és ők tudnak boldogulni az életükben. Tehát akiknek az EQ-juk magas, azok könnyen alkalmazkodnak az élethelyzetéhez, és megoldják a nehézségeket.
A magas IQ-val rendelkezők lexikális, nagyon magas szintű ismeretekkel rendelkeznek, és csak úgy vágják a különböző lexikális információkat, ha föltesznek kérdést, és simán nyerik a vetélkedőket. Az EQ-val rendelkező az nem nyer vetélkedőket, de nem abból szerzi a jövedelmét, hogy vetélkedőket nyer, hanem abból, hogy megoldja az élethelyzeteit, és mondjuk képes arra, hogy az életének az irányítását a saját kezébe tartsa, és ne irányítsák, mert tudod, mi a baj az irányítással? Hogy egy olyan világban élünk, ahol nem túl magas az etikai szintje az embereknek, és a vezetőknek sem túl magas. És amikor valaki irányítás alatt áll egy vezető által, akkor számíthat arra, hogy a vezető érdekei fognak érvényesülni az irányításkor, és nem a vezetett érdekei. Tehát ma a bolygón, akit vezetni kell, és nem képes az önálló életvitelre, az bizton számíthat arra, hogy a vezetője a saját érdekeit képviseli, és nem az övét. Ami annyit jelent, hogy nem csoda, hogy egy olyan ember, aki nem irányítja a saját életét, hanem vezetésre szorul, hát nem könnyen boldogul az életében, mert a vezetőknek ma a bolygón, mint az imént említettem, alacsony az etikai szintjük. És nem az emberekért vezetnek, hanem saját magukért vezetnek a vezetők. És kevés, a bolygó szinten nagyon kevés az olyan vezető, aki az emberekért vezet, és nem magáért. Ha az egy ember ahhoz, hogy az emberekért vezessen, kell, hogy legyen egy küldetés érzete, ahol ő azt érzi, hogy ő neki van egy küldetése, de az embernek a küldetése az soha nem magáról, önmagáról szól. Tehát egy küldetés az nem önmagunkról szól, hanem másokról szól. Tehát mikor egy embernek van egy küldetése, ha az önmagáról szól az a küldetés, akkor az nem küldetés, hanem egy cél. Ezáltal a célt meg a küldetést nem kellene összekeverni. A küldetés az soha nem öncélú, soha nem magunkról szól, hanem az mindig az emberekről szól. És nagyon kevés a bolygón az olyan vezető, akinek a küldetése az emberekről szólna. Mert nincs is ilyen küldetésük. Tehát nincs is. Vagy ha esetleg volt régebben ilyen érzete, hogy volt küldetése, a hatalom által, hogy bekerült mondjuk a hatalmi körbe, valamilyen hatalmi körbe, ezáltal elvesztette, hát szó szerint a tudatosságát. És a hatalom, mint szokták mondani, elvette az eszét. És ha még volt is régen küldetése, már nincsen, hanem csak céljai vannak. Tehát lényeg az, hogy el kellene azon gondolkodnod, hogyha neked van főnököd bárhol, akkor a főnököd a saját érdekében vezet téged, és nem a tiéd, nem a te érdekedben. Oké? Ezt jó, ha tudod. Ezáltal ne csodálkozz, hogy nem úgy haladsz az életedben, ahogy szeretnél haladni. Milyen területeken lehetne haladni az életünkben? Nézzük csak.
Itt van 10 terület. Hát mondjuk ezekben. Hogy egyre jobban bánj önmagaddal, egyre jobban bánj a pároddal, a szüleiddel, gyerekeiddel, más emberekkel, a munkáddal, a pénzzel, a környezeteddel, a hatóságokkal és az Isteneddel. Tehát itt van 10 terület, ez a legtöbb embernél valamilyen szinten ez jelen van, vagy legalábbis a többsége jelen van. És ugye az a cél, hogy ezekkel egyre jobban bánjunk. Miért? Mert van egy olyan világ, ahonnan jöttünk, ez egy felsőbb világ, mondhatjuk azt, hogy egy felsőbb rendű világ, ahol olyan lények vannak, akiknek sok százmillió vagy sok milliárd éves tudásuk van. Összefüggő tudás. Na most, ha te azt gondolod, hogy egy lénynek nem tud lenni mondjuk milliárd éves tudása, akkor óriási tévedésben vagy, ugyanis a tested az nem tud befogadni, az, és a tested része az agy, az nem tud befogadni végtelen tudást, de a lelked az be tud. Tehát a lélek az korlátlanul fejleszthető. A test nagyon korlátozottan fejleszthető. Tehát amikor az IQ-s emberek használják a tudást, a lexikális tudást, azt innen használják az agyukból. Amit megtanultak, amit bebifláztak annak idején, azt használják. Az EQ-sok viszont kapcsolatban vannak egy olyan testen kívüli tudással, amiből tudnak információt szerezni. Oké? Tehát ez a lényeges különbség, vagy ez is lényeges különbség az IQ-sok és az EQ-sok között. Tehát az intelligens emberek és az érzelmi intelligenciával rendelkező emberek között. Jó, szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és egyáltalán nem mindegy, hogy mit hiszünk magunkról, mert onnan kezdődik minden történés az életedben, hogy mit hiszel magadról. Tehát például nézzük meg, egy bűnöző mit hisz magáról. Mondjuk aki zsebtollásból él, azt hiszi magáról, hogy ő nem képes másra, másként pénzt szerezni, csak zsebtollajlás útján. Ő ezt hiszi magáról. Oké? Okay? Mit tudom én, egy autótolvaj, ő azt hiszi magáról, hogy ő abból tud megélni, hogy ő autókat tulajdonít el. Érted? Egy kábítószer csempész azt hiszi magáról, hogy ő abból tud megélni, abból tudja fenntartani az életszínvonalát, hogy kábítószer csempészik. Érted? Egy miniszterelnök azt hiszi magáról, hogy ő ugye az emberek vezetője, és hát, hogy mindenki őre hallgat. És ezáltal ugye azt gondolja, hogy azt csinálhat, amit akar. Szóval lényeg az, hogy ha megnézed, az emberek abban a az élethelyzetben, amiben vannak, az tükrözi az ő hitüket.
Egy az egyben. Na most gondold végig, akkor hogyan lehetne mondjuk egy életminőséget változtatni? Hát úgy, azzal kezdődik a dolog, hogy az ember többet higgyen magáról. Tehát az ember valamilyen, tehát nem olyan, jó? Tehát nem olyan, mint amilyen mondjuk szeretne lenni. Ha ő el tudná hinni magáról, hogy milyen szeretne lenni, akkor olyanná tudna válni. Na most, de ez egyedül ezeket megvalósítani nagyon-nagyon problémás. Tudod miért? Mert a többi ember meg nem ilyen. És a többi ember, ha te elkezdesz hinni valamiben, akkor elkezd a saját ismeretségi köröd hülyének nézni. Oké? És itt egy kérdés van, hogy kik a fontosak, vagy mi a fontos neked az életedben? Azok a személyek a fontosak, akik hülyének néznek, vagy az a hit fontos, amivé válni szeretnél? Ez a kérdés. Ez a kérdés az életben, és tudod mit látni? Hogy a legtöbb ember marad azoknál az embereknél, akik, ha kitalál az illető valami többet, jobbat magáról, akkor a barátai hülyének nézik. És marad a hülyére néző embereknél. Érted? És marad azon a szinten. Tehát ami azt jelenti, hogy baromi nehéz széllel szembe pisilni. Nem nehéz kell. Főleg, ha valaki férfi, mert még egy nőnek könnyebb, mert legugold. Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, egy ilyen világban élünk, ahol az ember mondjuk szerez egy hitet, és azok az emberek, akik a barátai, rokonai környezete, az elkezdenek ilyen furcsán nézni rá. Pedig nem egy olyan hitet szerzett, hogy valami szektába belépett, ahol mit tudom én, az a módi, hogy minden héten mindenki mindenkivel kefél. Szóval gondoljátok végig, hogy nem egy olyan szekta, vagy nem egy olyan szekta, ahol mondjuk a vezető valamire kényszeríti a tagokat, érted? Hanem egy egyszerűen csak, itt van ez a 10 terület, és hisz abban valaki, hogy ő maga ezeken a területeken jobbá és jobbá tud válni, érted? Mert anélkül, hogy ne higgyél ezekben, anélkül sose fogod megcsinálni, érted? Sose. De megint felvetődik a kérdés, hát most gondold végig, hogyha ezekben elkezdesz fejlődni, mert hiszel benne, akkor vajon melyik fontosabb? Azok a barátok, akik hülyének néznek, mert fejlődni akarsz ezeken a területeken, vagy az a fontos, hogy fejlődj? Hm? Melyik? Hát én végignézem, ugye Magyarországon piacvezetők vagyunk, ezen a téren, az ilyen képzések terén piacvezetők, messze mondhatjuk azt, hogy piacvezetők, és kezétek el,
Egyetlen egy. Ugye mikor kezdtem el ezt tanítani? 2010-ben. És egyetlen egy olyan ismerősöm nincs itt tanulóként, aki régi barátom lett volna. Vagy rokonom lett volna, érted? Egy se. Ami azt jelenti, hogy tudod mennyire érdekel, hogy egy sincs itt? Ennyire se. Érted? Miért? Mert van helyettük más. Érted? Hát ha ők nem akarnak fejlődni, az nem az én dolgom. Az, hogy egy ember fejlődjön, az mindenkinek a saját dolga. Arra nem kell, vagy nem is lehet ráerőszakolni senkit. Nem is akartam volna senkit. Ami annyit jelent, hogy meg tudtam azt csinálni, hogy nem buslakodtam emiatt. Érted? Mert találtam helyettük olyan embereket, akik akarnak fejlődni. És ezáltal van közös témánk. Érted? Most gondold végig, arról beszélni emberekkel, hogy mondjuk ezeken a területeken hogyan boldoguljon az ember jobban, vagy arról, hogy mit játszik a tévé ma este, vagy mit játszott tegnap este, akkor melyik az értelmesebb? Vagy hogy mi volt a hírekben? Érted? És akkor gyakran jönnek nekem ismerőseim azzal, hogy hallottad ezt, vagy hallottad azt a hírt? Nem én. Nem hallottam. És akkor néz rám, hogy hogy. Mert a több ismerőse biztos hallotta, tudod, de én nem. És akkor mondom, mesélj már róla, mert nem tudok róla semmit. Hát ha már annyira akarod mondani. Jó, tehát hát gondoljátok végig, hogy mire jó, hogy olyan dolgokról beszélnek emberek, ami az ő életükre hatással van, de nem tudnak ellene tenni semmit. Érted? Tehát van egy alap dolog, hogyha valaki olyan dolgokkal foglalkozik, amire nem tud hatással lenni, ahelyett, hogy olyan dolgokkal foglalkozna, amire hatással tud lenni, akkor ez egy határozott út a szellemi és a fizikai leépüléshez. Oké? Tehát foglalkozz olyan dolgokkal, amire nem tudsz hatással lenni, és fizikailag és szellemileg le fogsz épülni. Mit jelent a fizikai leépülés? Az azt jelenti, hogy anyagilag egyre nagyobb bajba leszel. Mit jelent a szellemi leépülés? Hogy egyre bénábban és bénábban fogod kezelni az élethelyzeteidet. Ez ezt jelenti. Tehát nem az azért, nem az, amit a civil életben hallottál erről a dologról, hogy szellemi és fizikai leépülés, ez a demencia meg ilyesmi. Nem erről van szó. Tehát nem demencia lesz, hanem az, hogy az életszínvonalad az romlani fog, méghozzá elég intenzíven. Ez a fizikai leépülés. A szellemi leépülés pedig az, hogy egyre bénábban és bénábban kezeled az élethelyzeteidet. Tehát nem fogsz attól leépülni szellemileg, nem erről van szó. Oké? És ha megnézed, a társadalom elindult ezen a szinten. A társadalom az azt jelenti, hogy az emberek többsége elindult ezen az úton. Hogy szépen fizikailag és szellemileg az én értelmezésemben épülnek lefele. Hát most gondold végig, hogyha bármit megnézünk, milyen áremelés volt bármilyen területen az elmúlt mondjuk fél évben, egy évben.
És a fizetésed emelkedett olyan mértékben? Nem. Hát akkor maradjunk annyiban, hogy elindultál a fizikai leépülés útján. És akkor nézzük meg. Több gondod lett mondjuk a 3 évvel ezelőttihez képest, vagy kevesebb? Ha kevesebb, akkor nincs leépülés. Ha több, akkor van. Ha több gondod van, mint régen, akkor elindult a szellemi leépülés. Oké? Tehát egy olyan világban élünk, ahol az embereknek hát alkalmazkodni kellene ehhez a helyzethez, ahol a vezetők kihasználják az embereket a saját érdekükben, ahol az életminőség, életszínvonal az rohamosan romlik a nagy tömegeknél, ahol egyre boldogtalanabbak az emberek, mert egyre kevesebb problémát tudnak megoldani. Tehát egy ilyen társadalomban élünk. És mi a megoldás ezekre? Hát minden olyan dologra, ami probléma egy ember életében, a használható tudás a megoldás. Nincs más megoldás. De kell még egy dolog. Nem elég a használható tudás. Mert mi van akkor, hogyha az ember elakad? Tehát valamit tanult, de mégse tudja átvinni a gyakorlatba. Tehát éppen használni kellene azt a tudást, de valami meg nem értés miatt, vagy valami miatt nem tudja a gyakorlatba átvinni azt a tudást, azokat az információkat, amit tanult. És ez a legnagyobb probléma, mert rengeteg olyan képzőintézmény van, egészen az általános iskolai kortól, ahol tanítanak embereket. Csak ott vannak az általános iskolai képzések, ott vannak a középiskolai, egyetemi, főiskolai, stb. Képzések. És akkor gondoljátok végig, hogy ott, ha valamiben elakadsz, vagy elakadnak a diákok, akkor mi történik? Tudjátok, mi történik? Fogják és kapnak rossz egyet. Az történik. Tehát mikor a diákok valamit nem tudnak, biztos, hogy a te életedben is volt az iskolai tanulmányai, hagyományos iskolai tanulmányaid alatt olyan, hogy szinte mindenki, mondjuk csináltatok, írtatok egy dolgozatot, és mondjuk az egész osztály szinte rossz jegyet kapott. Mondjuk egy-két tanuló kivételével. Ami azt jelenti, hogy az összes, majdnem az összes tanuló elakadt abban a dologban. Aha, és a tanár segített minden egyes diáknak, hogy azt a tudást, azt pótolja? És mivel a tanárok is, a tanítók is ilyen iskolákba jártak, ahol nem számított az, hogy a gyerekek nem tudnak, legfeljebb adunk nekik rossz jegyeket. Hát ennyi. Érted? Ezáltal felnőttként is, már nem hagyományos iskolai képzéseken is, ugye azzal az elvvel tanítják az embereket, hogyha valamit nem fog tudni használni abból a tanultakból, amit átadtam az embereknek, hát nem gond, mert hát pénzt azt befizették, az az ő bajuk, hogy nem tudnak. Ez az elvük. Érted? Hát de nem is csoda, hogy ez az elvük, mert ő az egyetlen személy, aki ott tud tanítani. És lehet, hogy tanított mondjuk 50 embert, egy 100-at, csak most mondok egy példát, vagy egy számot,
nyilván 50-100 embernek hogy segítsen? Egy ember hatékonyan 6 emberrel tud foglalkozni. Tehát mi teljesen eltérünk ettől az elvtől, abból a kiinduló pontból, hogy én az iskolát börtönnek tekintettem. Egy. Ez az alap. Ezáltal utáltam iskolába járni. Nem voltam egy rossz képességű gyerek, de bárki elmondhatja ezt magáról, hogy nem volt rossz képességű, ha a háttere, a családi háttere, az viszonylag kiegyensúlyozott volt. Ha valakinek a családi háttere nem volt kiegyensúlyozott, akkor nem mondhatja el magáról azt, hogy jó képességű volt. Pedig ő is jó képességű, csak a háttér zaklatottsága miatt a figyelme az nem a tanulásra összpontosult. Szóval a lényeg az, hogy nem szerettem iskolába járni, és azok a tanárok, akik úgy viszonylag azt láttam, hogy kedvelnek, hát azt láttam, hogy kedvelnek, azoknak a tanításaira jobban odafigyeltem, érdekes mód, és azokban a tantárgyakban sokkal jobb eredményt tudtam elérni, mint azoknál a tantárgyaknál, ahol olyan tanár tanított, akiről nem vettem észre, hogy kedvel, sőt, inkább az, hogy nem kedvel. És ezekre én gyönyörűen szépen emlékszem ezekre a dolgokra, simán. Azon túlmenően, ugye azt is láttam anno annak idején, hogy hát olyan dolgokat is tanítanak, amire az ég adta világon semmi szükség nincs. Tehát nem elég az, hogy nem érdekel az a dolog, hanem még azt gondoltam, hogy hol a ménkübe fogom én azt használni. Ezért ugye volt valami olyasmi gondolatom, hogy na, amikor kikerültem a 12 osztályból, akkor hála Istennek, hogy megszabadultam az iskolától. És ez egy nagyon jó érzés volt bennem, az életem egyik legjobb érzése, hogy kiszabadultam a 12 év fogságból, és lényeg az, hogy hát a fene gondolta akkor, hogy majd iskolát fogok alapítani. Na most ugye honnan alakult ez a dolog, hogy ilyen dologgal kell foglalkozni? Hát onnan, hogy azért volt bőven előzmény, és engem mindig érdekelt az ember és az életnek az ismerete, bár ehhez a 90-es évek elejéig nem igazán lehetett hozzájutni. Mondjuk csak ilyen fantasztikus könyvekben max. De hát ugye az meg fantasztikus, hát az nem igaz. És ugye ezt gondolja az ember, hogy persze, hát az nem igaz úgyse. És hát mégis, mivel ugye én azt mondhatom, hogy viszonylag kiegyensúlyozott volt a családi háttér, apu részéről azért ezt nem mondhatom teljesen el, de semmi gond nem volt, mert ha apu megbántott, akkor mentem nagymamámhoz. Ennyi. Ami ott volt közvetlen egy falnyi távolságra. Szóval lényeg az, hogy,
hogy ezáltal ugye elég kiegyensúlyozott volt, és nekem egy nagyon jó gyerekkorom volt, én semmi gond nem volt az én gyerekkoromban. És ugye felnőttként azáltal, hogy kiegyensúlyozott volt a családi háttér, és ráadásul még azt is láttam, hogy a szüleim vállalkoznak, hát én úgy indultam az életbe, hogy én nem akarok alkalmazott lenni. Bár voltam alkalmazott, nem is szerettem azt se. Nekem mindig az volt, hogy valami önálló dolgot csinálni. És akkor elkezdtem az önálló tevékenységet, hála Istennek rám találta az önálló tevékenység. Miért találhatott rám? Hát azért, mert azt szerettem volna, érted? És akkor azt mondták a fentiek, hogy na, ha ezt szeretnének, akkor tessék, boldogulj vele. Ja, és akkor boldogultam valamilyen szinten, természetesen, és hát ezáltal ugye elindult egy olyan életpálya, aminél oda jutottam, hogy hát a legjobb dolog, ami velem történhet, az, hogy olyan dolgot nyújtok az embereknek, amire az embereknek szükségük van. És ez 91. 91-től sikerült ilyen dolgokkal foglalkozni, és én úgy voltam vele, hogy ha az emberek jól járnak, akkor valószínűleg én sem fogok rosszul járni. De az, hogy én mennyire járok jól, az nem érdekel. Érted? Nem érdekel. Az érdekel, hogy az emberek minél jobban járjanak. És amikor netántám külső szolgáltatók igénybevétele esetén rájöttem arra, hogy hát mégse olyan az a szolgáltatás, mint aminek festették azt a szolgáltatást, akkor kerestem más szolgáltatást. Sőt, mikor rájöttem, hogy hát ahhoz, hogy jó szolgáltatást, igaz, ahhoz, hogy jó szolgáltatás legyen, jó szolgáltatást találjak, hát ahhoz inkább csinálni kellene. Tudjátok miért? Mert mindig abba ütköztem, hogy amögött a szolgáltatások mögött az etika, tehát a hát az hiányzott, és az emberekről szól az etika mindig, mert az ember vagy etikus, vagy nem eléggé etikus, vagy nem etikus. És mindig az volt a probléma, hogy előbb-utóbb hát valamilyen visszaélés történt az etikával kapcsolatban. És akkor előbb-utóbb arra jutottam, hogy hát itt nekem létre kell hozni valami szolgáltatást, és ezt csináltam is, és egyre inkább azt láttam, hogy hát ez a lényeg, hogy minél inkább olyan dologgal foglalkozni, ami az emberek javát szolgálja. Tehát ez, hogy az emberek javát szolgálni, ez nekem itt van a fejemben 91 óta. Érted? És mindent 93-tól arra kezdtem építeni, hogy az emberek javát szolgálni. És hát nyilvánvaló, hogy ez nem mindenkinek volt szimpatikus, hogy mi az, hogy emberek javát szolgálni. De én akkor is, hát én gyerekkoromban is, én képes voltam arra, hogy mondjuk az osztályban voltak ilyen kötözködő gyerekek, és mint tudom én, belekötött egy gyengébbe, és én megvédtem a gyengébbet, érted? És verekedtem a kötözködővel. Nem magamért, mert belém nem kötöttek, mert ugye én megvédtem magamat, hanem ugye abba kötöttek, aki náluknál gyengébbek voltak. És ezért ugye én 12 évet, míg általános iskolába és középiskolába jártam, én rendszeresen verekedtem az igazságért. Szó szerint értsétek, verekedtem az igazságért. Jó? Na most, tehát volt egy ilyen előéletem, hogy hát ha például én ott hagytam egy munkahelyet, akkor tudti, hogy azért, mert igazságtalanságot csinált a főnök. És ott hagytam. Jó? Tehát mindig így
történt a múltban. Hát a főnököt nem vertem meg, persze. A seregben is volt igazságtalanság, és azt mondtam, hogy figyeld, kint ne találkozzunk. Mondtam neki. Így van. Azt mondtam, hogy akkor cipóra verem a fejedet. Szóval lényeg, ezt nem találkoztam azóta sem vele, úgyhogy most meg már úgyse verném cipóra. Szóval lényeg az, hogy ezáltal ugye, hát nekem olyan életutam volt, ami nagyon nagy mértékben befolyásolta az igazság kérdése. És az igazságtalanság elleni harc gyakorlatilag. És hát valószínűleg emiatt kaptam azt a küldetést, amit én gyerekkorban éreztem, hogy nekem valami ilyesmit kellene csinálni, csak nem tudtam, hogy az mi lesz, hát fogalmam sem volt róla, hogy valami olyan dolgot csinálni, ami itt van, és adtak egy olyan küldetést, amire ide visszatérek, hogy bevinni az embereket az aranykorba. Ez a küldetés. Oké, minél több ember bevinni az aranykorba. Tehát mit jelent az aranykor? Egy elnyomásmentes társadalmi forma, nincsenek elnyomók. Sőt, ahol azok a személyek, akik nem elnyomók, de szoktak elnyomoskodni, azok se csinálják az elnyomoskodást. És ez a küldetés, ez lehet mondani, hogy hát baromi jó cél, mondják főleg azok, biztos gondolják, mert ugye nekem nem mondják, hála Istennek, de biztos gondolják, hogy hát majd lesz, tehát ez egy utópia, hogy lesz ilyen társadalmi forma. Jó, tehát ez utopisztikus. Hát olyan szép lenne, hát ugye Madács is leírta az ember tragédiájába, érted? Sőt, ugye Marx is megfogalmazta az írományaiban, a tőkéjében, hogy hova kellene fejlődni a társadalomnak, stb. Stb. Hát csak itt ezzel kapcsolatban van egy kis gond. Tudjátok, az a gond, hogyha nem lesz aranykor, akkor nem lesz tovább emberiség. Legalábbis itt a Földön. Lesz emberiség, csak nem a Földön. Tehát lehet menni egy másik bolygóra, ami elkészült, ahol már növények és állatok vannak, oké, meg már egy-két ember is van, de lehet menni egy olyan körülmények közé, amit úgy hívják, hogy őskőkor. Tehát őskőkor. Érted? Ahol nincs mobiltelefon, nincs semmi, ahol szaladgálhatsz az állatok elől, vagy szaladgálhatsz az állatok után, hogy elkapja egyet-egyet, hogy tudjál valamit tenni. Szóval lehet ilyen variációkat csinálni. Mert ugye kérdezte tőlem valaki, hogy mit tudom, egy adott személy, akit én ismerek, az vajon ide fog, aki nemrég halt meg, hogy ide fog-e születni. Hát mondtam, hogy már nem. Tehát már nem fog ide születni. Már megy az új bolygóra. De hát addig, mire ott elszaporodik az emberiség, az évezredek. Az évezredek. Tehát ide éle nem tud újra születni. Ide azt tud újra születni, aki be akar kerülni, akinek a szülei be akarnak kerülni az aranykorba. Érted? Tehát vagy van rá esély, hogy úgy gondolkodjanak, hogy bekerüljenek az aranykorba. Tehát ez a bolygónak egyetlen egy útja van, az aranykor. Az, hogy egy aranykor legyen ez a bolygón, a fentiek ezért mindent megtesznek. De nem úgy, hogy beavatkoznak. A beavatkozás az, hogy adnak tudást. Hogy tudjál boldogulni az életedben, itt a tíz területen. Erre adnak tudást. És nekünk kell megcsinálni. Tehát van egy magasabb szintű tudás, amit az emberek is valamilyen szinten alkalmaznak. Azt, hogy
azt az élőlényt hagyják tovább fejlődni, amely képes az önfenntartásra. Világos ez? Tehát ezt az ember is csinálja. Amikor kísérleteznek növényekkel vagy állatokkal, akkor azt csinálják, hogy azt hagyják tovább működni, amelyik életképes. Érted? Tehát ha jobban megnézed, ma az emberiség java, hát az nem életképes. Nem életképes. Tehát az, hogy egy embernek nap mint nap meg kell mondani, hogy mit csináljon, az azt jelenti, hogy nem életképes. Érted? Tehát sajnos ez van. És mivel felsőbbrendű lények birtokolják ugye a bolygónkat, és ugye abból a célból vagyunk itt emberek, hogy a lelkünk megéljen dolgokat és fejlődjünk, és ugye az bekerül minden egyes életnek a tudása, az bekerül egy saját nevedre szóló, tehát a saját lelkedre szóló információs bázisba, adatbázisba, és ami azt jelenti, hogy ott van az eddigi összes létednek a tudása, az mind ott gyűjtik, és akkor kaphatnád vissza, hogyha képes vagy azt a tudást használni. Érted? Mint lélek. Tehát, hogyha felkészült vagy arra, hogy képes vagy a tudás befogadására, akkor tudnád visszakapni. Hát most gondold végig, a legfiatalabb lélek is a világegyetemben 1,5 millió éves. A világegyetemben, nem a Földről beszélek, hanem a világegyetemről. Tehát ami azt jelenti, hogy ezen a bolygón itt olyan, hogy több 10 milliárd éves, vagy milliárd éves, vagy 100 millió éves, vagy több 10 millió éves, vagy több millió éves lelkek sokasságáról beszélünk. Nem kell ezt elhinni. Lehet, hogy neked az a jobb, hogy egy életed van, egy halálod. És akkor besoroltad magad az állatvilágba. Nekem ebben semmi gondom nincs, hogy te állatnak tartod magadat. Semmi gond nincs ezzel. Oké. De azért, ha az ember ember, akkor nehogy már állatnak tartsa magát, nem? És ugye itt is, ha megnézzük az embert, amit látsz az embernek, hogy hogyan működnek, akkor azt látod, hogy hát nem jobb lenne, hogyha az emberek, mi emberek jobban működnénk. De ahhoz, hogy mi emberek jobban működjünk, ahhoz ugye kell olyan tudás, amit a mindennapokban tudunk használni. És nem elég, hogy neked, nekünk van olyan tudásunk, hát kell a környezetünkben lévőknek is olyan tudásának lenni. Mert hogyha, mit tudom én, egy környezetben, ahol lakik 100 ember, ott van egy embernek tudása, és a 99-nek nincs, akkor hogy fog ő boldogulni? Lehet úgy boldogulni, mint ahogy most a miniszterek meg a gazdag emberek boldogulnak, hogy lenyomják az embereket és a saját zsírjukon, vagy azoknak a zsírján emelkednek. Lehet, de én még nem láttam olyat, hogy mondjuk egy miniszterelnök boldog. Te már láttál ilyet? Te már láttál boldog miniszterelnököt? Vagy láttad már mondjuk az angol királynőt boldognak? Vagy mikor mondjuk egy Rockefeller beszél a tévében, vagy valamilyen csatornán, az interneten, vagy egy Rothschild beszél, te láttad azt már boldognak? Érted? Tehát ezek az emberek nem buta emberek, csak mások zsírján élősködnek. Oké? Tehát, de mások zsírján élősködve nem lehet egy ember boldog. Tehát ugye a boldogságnak van 5 feltétele. Az egyik feltétel az, hogy szeretik. Tehát ő neki van kit szeretni,
és szeretik, de nem csak a családja, hanem tényleg nem azért szeretik, mert ő van hatalmon, és ezért legszívesebben kinyalnák a hátsó felét. Érted? Nem ezért. Hogy esetleg csúranjon, cseppenjen még pluszba egy-két dolog is. Érted? Nem ezért, hanem szívből szeretni embereket. Azért, mert ő egy ember. Érted? És a másik az, hogy ez az első a boldogságnak, az, hogy egészség. Ugye hányszor hallasz olyat, hogy a mit tudom én, lehet, hogy ezek feltételezések, mert nem tudni a médiában lévő információk mögött, hogy mi van, nem tudni, hogy abban mennyi az igazság tartalma. Ez egy alap dolog, hogy a médiában hallasz egy hírt, annak, hogy mi az igazság tartalma, az ha jó, ha rossz az az hír, hogy mi az igazság tartalma, az nagyon megkérdőjelezhető. Ha jó, ha rossz az a hír. És ugye hányszor mondják azt, hogy ez a politikus ilyen beteg, az a politikus olyan beteg, érted? Biztos vagy benne? Nem biztos. Az, hogy mit mondanak róla, mindegy. Jó, tehát lényeg az, hogy az fontos, hogy az ember egészséges legyen, nem? És annak is megvan az oka, hogy a betegség az miből származik, miből lesz betegsége az embernek. És nézzük tovább. Az is fontos, hogy az ember kapjon elég elismerést, és tudjon adni elég elismerést, és ez megint őszinte lesz, és ez nem tudod, ez a kígyó nyelvű. Tudod, ez a... Igen. Még ilyet nem lehet. Szóval lényeg az, hogy utána megnézzük, mi kell még a boldogsághoz. Ugye az is kell, hogy az ember szabadon élje az életét, tehát szabad legyen. Hát az nem szabadság, ha testőrökkel kell közlekedni, érted? Az nem szabadság, hogy mit tudom én, fölszáll a repülővel, aztán öt vadászgép veszi körül, érted? Ez nem szabadság. És hát ugye az sem mellékes, hogy az embernek legyen elég pénze. Az se jó, ha túl sok van, de az se jó, ha túl kevés van. Nem? Nem tudom, melyiket próbáltatok már. Lehet, hogy mondjuk a túl sokat azért kipróbálnád, nem? Jó, miért nem jó? Mert hát ha túl sok van, azt más is megirigyli, tudod? Azért. És akkor onnantól kezdve ugye esetleg támadás érheti a túl sok jövedelmedet. Jó? Vagy túl sok vagyonodat. Ugye ez a bajuk egyébként a gazdagoknak alapvetően. És akkor megirigylik az ő gazdagságát, aztán utána amit azt mondják, hogy hopp, ellopják a gyerekét, és avval zsarolják, hogy fizessen, stb. Stb. Mert túl sok pénze van. Tehát azért nehogy azt higgyétek, hogy a gazdag embereknek az felhőtlen ez a kérdés. Hát jobban félnek, mint a legtöbb ember. Hát ugye a fentiek tudják, hogy ha elvesznek mindenedet, akkor utána már nincs mit elveszíteni, és nincs mitől félni. Érted? Hát akkor már egy dolog marad, az életed. Ha mindent elveszítettél, akkor már csak egyetlen egy dolog van, az életed. Ezt a fentiek tudják. És ezért van most egy ilyenfajta korszakba váltás, ahol szó szerint az emberek többségét földönfutóvá akarják tenni. Szó szerint. Szó szerint. Azért, hogy a félelmük az kiiktatódjon, akkor már nem lesz mitől félni. Most gondoljátok végig, a legtöbb ember mennyi mindentől fél. Nem? Tehát nem csak egy dologtól, hanem sok mindentől félnek. És ha mindent az ember elveszít, akkor már semmitől nem tud félni. Érted? Akkor már csak egy dolog van az életének az elvesztése. Akkor meg már azt mondja az ember, hogy hát akkor most már úgyis mindegy. Olyankor azt szokta mondani az ember, akkor már a életét sem félti az ember. Na mindegy, lényeg az, hogy mert a legnagyobb probléma az embernek a életének a félelem.
ez a legnagyobb problematikája. Jó, szóval a lényeg az, hogy itt kell lenni egy olyan aranykornak, ami egy újfajta társadalmi forma, ami azt a célt szolgálja, hogy egy, hát ha mondjuk a Föld egy iskola, akkor egy magasabb szintű iskolába juss, mondjuk az a középiskola, oké? Okay. Jó? Tehát az a középiskola, tehát hogy elvégezted akkor ott a földi tanulmányokban, az eddigi földi tanulmányokban azt, hogy alkalmassá válsz az aranykorba jutáshoz. Hát ahhoz viszont annyit gyorsan megmutatnám, mert azért órára ránéztem és nagyon telik, azért azt megmutatnám, hogy ide fel kellene kerülni, jó? Az aranykorba, hogy bejusson az ember, fel kellene kerülni, és ennek van egy nagy problematikája, hogy ez közösség nélkül és a közösségen belül saját csapat nélkül nem fog menni. Tehát én azt látom, hogy egyszerűen az emberek tanulnak, és nincs, ahogy gyakoroljanak. Tehát nincs lehetőségük a gyakorlásra. Ha van saját csapatod, akkor van kint gyakorolni. Érted? Ez azt jelenti. Tehát kevés a család, vagy a rokonság, vagy a barát létszám, együtt is kevés. Az kevés. Kevés gyakorlási terep. Sok emberre van szükséged, hogy gyakorolhass. Érted? Ami azt jelenti, hogy úgy tudsz gyakorolni, ha van saját csapatod. Saját csapat, meg saját magad szervezi, tehát úgy, hogy te ne szervezz, úgy nem fog létrejönni. Tehát úgy soha nem lesz saját csapatod, ha nem adod rá a fejedet arra, hogy szervez. Minek? Hova szervez? Hát tanulókat ide. Ide. Hát ha te itt tanulsz, miért ne tudnád mondani bárkinek, hogy jöjjön ő is? Ha nem jön, ő baja, nem a tiéd. Oké, akkor következőnek szólsz. Ennyi. Nagyon egyszerű a dolog. Kiválasztásos alapon ez tök jól működik. Aki úgy gondolja, hogy neki nem kell fejlődni, akkor az úgy jár. Tehát ennyi. Nem a mi problémánk, hanem az övé. Érted? Persze ezt a hozzáállást el kellene sajátítani, hogy ne akar mindenki segíteni. Érted? Hanem csak azokon, akikkel lehet vagy megérdemli. Érted? Jó? Aki nem lehet segíteni, vagy nem érdemli meg, azon meg minek segíteni. Jó? No, hát visszaadnám a szót a házigazdáinknak. Gyertek ide tanulni, várunk benneteket szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak a képzést. Hát megint egészen az előadás hatása alá lehetett kerülni. Van hangom? Van. Van. Ugye? Jó. Van. Jó, rendben van. Ugye már beszéltünk arról, hogy honnan jöttünk és mit csinálunk. Inkább arról beszélnék kicsit, hogy amikor idejön az ember tanulni, biztos, hogy nem fogja föl, hogy mennyi minden van. Pár hónap kell hozzá egyáltalán, hogy a weboldalon eligazodjál. Hát még az, hogy milyen haszna van annak, hogy ezekből a tanításokból milyen tudást tud szerezni. Mi már ezt azért rendesen tapasztaltuk a feleségemmel, és óriási élményt biztosít az, hogy van csapatunk a PPH-nál. Pedig nem úgy jöttünk ide, hogy egyáltalán akarunk ilyet csinálni, és a Szedlacsik Miklós ránk is hagyta, mert én először mondtam, hogy se csapat, semmi, én csak tanulok. Egyébként akkor még dolgoztam egy természetgyógyász helyen, mint lélekgyógyász, és majd ott használom, amit itt tanultam. De ez az egész megváltozott. Sőt, kifordult a négy sarkából, hála jó Istennek. Látom, hogy sokkal több haszna van az egésznek, ha itt gyarapítom a csapatot, és adunk nekik tanácsot, és megyünk a Szedlacsik Miklós által kijelölt csapáson. És én erre búzítok mindenkit, hogy jöjjön és próbálja ki, hogy mit lehet itt tanulni. Ne hallgasson az egójára, ne hallgasson az érzéseire, próbálja meg. Az egó az nagy úr, meg nagy játékos. Meg ne hallgasson tényleg senkire. Tehát én mindig azt szoktam mondani a szervezés által is,
hogyha szervezünk, és éppen a jelölt ír vissza, hogy hát ő ezt hallotta, azt hallotta Szedlacsik Miklóstól, én mindig azt szoktam neki visszaírni, hogy gyere és győződj meg te magad, hogy valóban mi van itt, és milyen Szedlacsik Miklós. És majd akkor mondj véleményt, hogy valóban itt mi van. A másik pedig az egyébként, miközben itt hallgattam a képzést, és Miklós beszélt itt arról, hogy hát, hogy tényleg a barátok, és amikor annak idején mi elkezdtük itt tanulni, akkor én is beleestem ebbe egyébként talán, hogy tényleg barátok olyan érdekesen kezdtek el viselkedni, vagy nézni ránk, és akkor olyan volt, hogy most akkor el fogjuk veszíteni, vagy tényleg jó lesz-e így, vagy jó úton vagyunk-e valami, és aztán teljes mértékben most már így, ahogy visszanézek, bebizonyosodott, hogy nagyon jó úton vagyok, mert tehát ők, nekik az életük ugyanott van egyébként, és ha én nem jöttem volna, vagy nem jöttünk volna egyet tanulni, valóban mi is ugyanott lennénk egyébként. És vagy hát igen, lejjebb lehet így mondani egyébként, mert amikor ide kerültünk a Nyílt Akadémiához, nekünk... Volt baj, nem kevés, így lehet mondani. Igen, anyagi problémáink, párkapcsolati. Én utólag rájöttem arra is egyébként, van itt ez a 10 életterület, hogy én úgy gondoltam, hogy én nagyon jól tudok mindent működtetni, és itt a felismerések által jöttünk rá, hogy hát talán nem is nagyon jól működtettünk semmit, és hogy mennyire fontos az, hogy ezt a 10 életterületet jól működtessük, mert akkor leszünk az életben mind sikeresek, mind boldogok, ez mind-mind nagyon fontos. Tehát én nekem ennyi felismerésem, ami itt van, folyamatosan egyébként sehol nem volt. Persze ezek a felismerések, amikor úgy szembesülünk velük, nem esnek jól, de azok nélkül nincs... Bólogatnak. Nincs változás és változtatás. Tehát annyira jó, amikor ülök most is itt a képzésen, és meg úgy járni kellni ebben a világban, ami akár is nézzük, nem egy egyszerű világ, hogy egyre boldogabbak tudunk lenni. Mert itt nem csak az ember és az élet működésre kapunk rálátást, hanem a világnak a működése. És nekünk Miklós olyan tudást ad át, amivel mi mindig előrébb járunk. Ugye? Igen, ez így van. Tehát mindig előrébb vagyunk. És már belátások képződnek, már megint máshogy látsz dolgokat, egy eseményt, vagy hogy miért viselkednek úgy emberek. Igen. Már nem húzod úgy föl magad rajta. Igen. Az is egy jó dolog. Meg az egész rendszer. Tehát én nekem az, hogy rendszeresség van. Szerda, vasárnap képzések, és mindig foglalkozunk a dolgokkal. A képzéseket tényleg vissza lehet hallgatni, ha éppen nem tudod élőben hallgatni, van lehetőség rá. Fantasztikus jegyzetek vannak minden témakör után, mert azt is kapunk, és egyszerűen minden megvan. A másik pedig nem beszélve arról, szerintem nem mindegy, ha az ember olyan dologgal foglalkozik, vagy olyan a munkád, amiből megélsz. Tehát itt a Miklós arra is gondolt, hogy itt mi meg tudunk ebből azt, hogy mi tanulnunk élni is. És ennél etikusabb, én azt mondom, hogy nincs. Ami egyrészt, hogy olyan dolgot teszünk, ami az emberiségért van, ez nagyon fontos. Tehát gyertek, és minél hamarabb csatlakozzatok. Mert erre a szolgáltatásra, erre a tudásra jövőben nagyon nagy szükség van. Ennél fontosabb dolog nincs. Itt megvan a folyamatos szellemi, lelki fejlődésünk. Mint mondom, a világra rálátás mindennek kapunk. És még érdekességként mondom, hogy egy olyan témánk van a 26 nagy témakörből az egyik, ami szerintem egy ínyenc falat. Mi most nézzük, hallgatjuk harmadjára, és soha nem látott módon kiélesedtek ezek a dolgok, amiket most tanulunk az elnyomás feloldó kocsba. Eddig csak ilyen, mintha ilyen műfaj kedvelő téma lett volna, hogy elnyomogattak itt, meg ott, meg amott, az jó volt. De most hallgatod, és pontosan látod, hogy a világ folyamatai abban az irányba mennek, hogy mindenkit lefele nyomnak. Mindennel, a hírekkel, hogy mit csináljál, mit ne csinálj. A háború, a gázolaj, a kaja. És
mindenkit, Úristen, mi lesz velünk. És akkor a elnyomás feloldó kócsba pontosan meg lehet látni, hogy mi miért történik, és hogy lehet azt felülírni, kikerülni. Szóval elképesztő jó ez a téma. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy gyorsan kezdj el most, mert most kezdtük egy héttel ezelőtt. Igen, és még annyit, hogy a képzések ára, tehát mi nemrégben beszélgettünk egy illetővel, és én már most nem szoktam utána nézni a más képzéseknek, mert nem is érdekelnek, nem mondom őszintén, nincs másik ilyen hely, mint itt, ahol mindent megkapunk, és ő csak úgy elkezdtem mondani, hogy el fog most menni egy hetes képzésre, és mondta az árát. Én komolyan, én egyszerűen kikerekedett a szemem, és azt mondtam, hogy te jó Isten. Egy hét semmire nem elég. Mi itt vagyunk 7 éve, és még mindig vannak korlátaink. Még mindig. És nálunk az úgy van, hogy az első havi képzés 19.700 forint, és utána havonta 9.800 forintba kerül a képzés. Tehát ez egy teljes mértékben megfizethető. Órára lebontva első hónap az 660 forint, második hónaptól 330, tehát nagyon nevetséges ára van ahhoz képest, amiket hallottunk, hogy miket kérnek a képzésért. És egy fantasztikus közösség. Tehát egy tényleg nagyon jó. Egy szuper csapat, így van, tehát fantasztikus, nagyon jó. No, hát elmondtunk mindent szerintem. Ne sokáig gondolkozz el, jó döntést kívánok, vadászgépek nélkül délutánt. 30 perc múlva folytatjuk az elnyomás feloldó kócs kérdéssel. Köszönjük szépen!